Nyíregyházi orvost választottak az év nőgyógyászának. Az egyik női egészséggel foglalkozó internetes lap olvasói Májusig szavazhattak kedvencükre. Dr. Takács Zoltán a Nyíregyházi Józsa András Kórház szülésznőgyógyász szakorvosa több száz jelölt közül elsőpről fölénnyel diadalmaskodott. Studiunk vendége Dr. Takács Zoltán. Kezdi csukalom, köszönöm a meghívást. Köszöntöm, és ö, szeretnék gratulálni önnek. Köszönöm ehhez a, szépen. Ehhez az eredményhez, vagy elismeréshez ö, azt mondják, hogy mindig nagyon fontos, ha valakit a szakmájában a szakma maga elismer. De az is nagyon fontos, hogyha azok ismerik el, akik miatt végzi azt a munkát, hogy, hogy látja. Ez ezt? maximálisan így van, úgyhogy szeretném megköszönni minden kedves paciensemnek és aki szavazatával támogatott, és sikerült elérni ezt az eredményt. Nyilván számunkra az egészségügyben dolgozó kollégáimmal egyetemben fontosak a szakmai díjak egyértelműen, de kinyílt a világ és köszönhetően a közösségi médiának a hölgyek, paciensek véleményt nyilváníthatnak. Elmúlt már az, hogy tulajdonképpen egy klasszikus orvos-beteg kapcsolat, és akkor van egy rendelés, jó napot kívánok, viszont látásra ennyi volt a, a találkozás, hanem valamilyen szinten a munkánkat otthon is díjazzák a, a, kismamák, utánunk olvasnak, értékelnek, és ez számunkra igazából egy megerősítés, egy olyan reflexió a hölgyektől, hogy jó úton haladunk, ugyanígy kell továbbra is ténykednünk az egészségügyi intézményben, hiszen a mi szakmánkban, hál' Istennek nem betegekről beszélünk, hanem egészséges, zömében egészséges kismamákról, olyan családokról, akik a bizalmukat belénk fektetik, hogy a gyermeküket világra segítsük, és egy csoda, ami a családok életében bekövetkezik, és részesei lehetünk ennek a csodának is. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és ez egy olyan megerősítés, hogy csak itt tovább, és akkor haladunk a kollégáimmal az úton. Még egy másik dolgot szeretnék megemlíteni, hogy alapvetően Nyíregyházi kórházban dolgozom, és szerencsém volt, a díjányedése kapcsán, hiszen a kórház vezetése, illetve az osztály egy olyan milliót, olyan hátteret alakított ki, ahol maximálisan családbarát, bababarát, kismamabarát módon tudunk ténykedni, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt díjazták a kismamák, hiszen az országban szinte egyedülálló módon olyan nyugat-európai irányelveket követtünk és vezettünk be az adórián igazgató, úr, pap főorvos úr alatt, mely gyakorlatilag bármit nyugat-európai kórházban megállná a helyét, és minden igényt ki tudunk szolgálni, és valójában ezt díjazták a kismamák személye mellett nyilván. Úgy gondolom, hogy akkor azt kijelenthetjük, hogy a, a megyében babát váró kismamák közül sokan nem mennek el más megyébe szülni. Nagyon kevesen, tehát igazából azok mennek el, akinek valamilyen szinten személyes kapcsolata van más városban lévő orvossal. Az a tapasztalatunk, hogy a nyíregyházi kórház minden igényt kielégít. Ennél fogva azt gondolom mindenki is ma jó kezekben van és jó helyre jön nyíregyházára. Ez az elismerés, ami önhöz került a szavazatoknak köszönhetően, és ugye lehetett olvasni, hallani, hogy fölényes előnyel. Ide, erre a listára ki jelölte önt? Hogyan működött ez? A szavazás úgy működött, hogy paciensek, kismamák jelöltek orvosokat. Tehát eleve ők tettek javaslatot. Így is van, akkor. tehát csak paciensek korábbi kismamák javaslatot tettek, és akkor így került mindenki föl erre a listára. Országos lista volt, és azon belül lehetett szavazni, úgy tudom, majdnem egy fél éven keresztül, októbertől május. Ön mióta, mióta végzi ezt a munkát? Én 2011-ben kezdtem, végigjárva a ranglétrát, és három éve vagyok szakorvos, tehát három éve látok előnálló tevékenységgel pacienseket, várandósokat. Nagyon fiatalnak mondható nyilván abban a közegben, a sok száz elismert orvos nevét tekintve, lehet, hogy van köztük olyan, aki már évtizedek óta a pályán van. Miért választotta ezt az irányt? Tulajdonképpen ez az a terület az egészségügynek, ahol az élettel találkozunk, ahol pozitív események sorozatának vagyunk tanúi, tehát egy boldogság, egy olyan közegben dolgozhatunk, mint említettem, hogy családokat tehetünk boldoggá azáltal, hogy ténykedünk. Szabolcszatmár Berek megyében sok kisbaba születik? Hál' Istennek! Tehát tíz évvel ezelőtt volt egy mélypont, amikor elég erősen lecsökkent a születésszám. Arra vezethető vissza, hogy valamilyen módon akkoriban a szülésvállalási kedv az alábbhagyott. Az a tapasztalatú most a kollégáimmal együtt, hogy köszönhetően egyéb családtámogatási programoknak, bővülő kedvezményeknek egyre többen mernek kisbabát vállalni. És azt látjuk, hogy hál' Istennek fiatalon, 20 évek elején házasságkötést követően jönnek párok, hogy semmi probléma nincs velük, de szeretnének egy kivizsgálást, hiszen a közeljövőben tervezik a gyermeküket, és ezt jó hallani és jó látni, hogy egyre több olyan kisbaba születik, akit nagyon várnak, és aki tényleg olyan családi közegbe születik, ahol perspektívát kapnak a szülők. Tehát most már nem az van, hogy a bizonytalanra szülik a gyermekeiket, hanem láthatjuk tényleg minden fórumon, hogy annyi kedvezménnyel találkozhatnak a leendő várandósok, hogy egy pozitív jövőképet kapnak ezáltal, és bátran mernek vállalni kisbabát. Beszélgetésünk legelején a közösségi média kifejezés ugye felmerült, és alig van már olyan terület az életben, a, amihez valamilyen módon ne tudnánk hozzá kapcsolni, ugye ezt a megjelenési formát, aminek feltétlenül vannak jó, persze vannak ö, negatív ö, hozadékai is. Önök ö, orvosok, szakorvosok, akik ö, ugye paciensekkel foglalkoznak, egy jó ideje már ö, ott vannak az interneten, elérhetőek, akár úgy is, hogy önöket véleményezik a munkájuk alapján. Ezt ön jónak tartja? Igen. Tehát igazából nem lehet uh, tényleg egy olyan falat építeni magunk köré, hogy uh, ténykedünk egy egészségügyi intézményben, és akkor uh, szerintünk minden szép és jó. Meg kell hallgatni a másik félnek is a véleményét, hogy mit szólnak ahhoz a másik oldalon lévő hölgyek, akiket elláttunk, és ez egy reflexió a részükről, hogy jó vagy rosszul csinálunk-e valamit. Közösségi média nélkül azt gondolom, hogy már nem uh, érdemes uh, élni. Ez lehet, hogy egy buta mondat volt, de jó példa arra, hogy sokkal többen keresnek meg, illetve kérnek tőlem tanácsot a közösségi médián keresztül. Naponta több tucat levél érkezik, és igyekszem akár néhány órán belül, de minimum egy napon belül válaszolni ezekre a levelekre. Sokan vannak a hölgyek között azok, akik bátrabban teszik fel a kérdéseiket írásban, mint semmi előszóban, és jobban megnyílnak, és tényleg egy őszintébb véleményt kérnek tőlünk, és igyekszünk akár minden este ebben segíteni. És ebben ezúttal is köszönöm a feleségem, illetve a családomnak az empátiáját, hiszen számos este munka után még azzal foglalatoskodom, hogy válaszolok a levelekre, úgyhogy mérhetetlen türelemmel viseltetnek irántam, de fontos része tulajdonképpen a betegellátásnak a közösségé. A közösségi is. Végül azt mondja meg nekem, hogy az önműködése alatt eddig Hány kis babának segített a világra jönni? Hát ez nehéz. Van egy statisztika egyébként egy központi rendszer, ahol ezt pontosan lehet tudni. Hát több száz császármetszés, több mint ezer szülést, tehát nyilván akkor a paciens forgalmunk a Nyíregyházi kórházban, hogy a fiatal orvosok is hamar tudnak ezen a pályán haladni, és sok rutina és tapasztalatra tesznek szert a működésük során. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Még egyszer gratulálunk önnek, és köszönjük, hogy dolgozik ebben köszönöm. a területben.